Sziasztok, hetedikesek! Itt lesznek az idei év során megtanulandó kis szövegeitek minden modul végére. Nézzük mindjárt az egyes modult, ahol a melléknévfokozással, a some, any, every, no névelőkkel, illetve a melléknév határozó szókkal foglalkoztunk. Először mondom a szöveget angolul, aztán lefordítom. So, module 1. In the past, nobody had any cars. There weren't any planes and buses, so people used to go everywhere by train. Everybody went on holiday in the mother country, only some people went on holiday abroad. Everything changed when planes appeared. Nowadays, every continent is reachable by plane in maximum a day's time. Every Hungarian can go to the sea by car easily, so traveling is simple. Traveling by plane is better because it's faster than a car and it can fly over the sea and the ocean, unlike cars. However, if you travel by car, it takes you from door to door and you can stop everywhere to relax. When you arrive at your destination, you don't have to hire a car or use public transport if you want to get somewhere. I think a car is more comfortable for me than a plane, and I'm also afraid of flying. Magyarul. A múltban senkinek sem volt autója, nem voltak repülők, buszok, tehát az emberek mentek mindenhova vonattal, tehát magyarul vonattal mentek mindenhova. Mindenki az anyaországába ment nyaralni, csak néhány ember ment nyaralni külföldre. Minden megváltozott, amikor a repülők megjelentek. Manapság minden kontinens elérhető repülővel, maximum egy nap alatt. Minden magyar elmehet a tengerhez autóval könnyedén, tehát az utazás egyszerű. Repülővel utazni jobb, mert ez gyorsabb, mint egy vonat, és át tud repülni a tengeren és az óceánon, nem úgy, mint az autók. Azonban, ha autóval utazol, az elvisz téged ugye háztól házig, az angolban ajtótól ajtóig visz, és te megállhatsz mindenhol pihenni. Amikor megérkezel az úti célodhoz, nem kell autót bérelni, vagy tömegközlekedést használni, ha el akarsz jutni valahova. Mármint, hogyha autóval utazol. Szerintem egy autó kényelmesebb nekem, mint egy repülő, és szintén félek a repüléstől, magyarul, és még a repüléstől is félek. Module 2. Ugye egyszerű present perfect és az egyszerű múlt keverése. Dear Jenny, here we are in London with my family. We arrived last Monday, so we have been here for 3 days. We're having a fantastic time, and we have seen so many beautiful places like Buckingham Palace, the Tower, and Big Ben. Yesterday we visited the famous Harry Potter Museum, where I have always wanted to go. I haven't tried eating fish and chips before, so on Tuesday I had it for lunch. It was wonderful. Then we went on a boat trip on the River Thames. We took a ride on the London Eye 2 days ago, and we loved it so much. We haven't been to a football match since we arrived, but tomorrow we're watching one. Arsenal are playing Chelsea at 6 o'clock. My dad saw an Arsenal match last year, and it was very exciting. That's all for now. It's late and I must go to bed because we're getting up early tomorrow. Take care. Ide pedig beírod szépen a neved. Jó, itt meg véletlen két tumorót írtam, ez nyilván ez nincs. Bocsi. Tehát, ez egy levél, vagy e-mail. Kedves Jenny, itt vagyunk Londonban a családommal. Múlt hétfőn érkeztünk, tehát 3 napja vagyunk itt. Fantasztikusan érezzük magunkat, és már láttunk olyan sok gyönyörű helyet, például a Buckingham palotát, a Towert és a Big Bent. Tegnap ellátogattunk a híres Harry Potter múzeumba, ahova mindig is el akartam menni. Még nem próbáltam halat és sült krumplit enni, ez a tipikus angol fish and chips, ezelőtt,
Tehát kedden ezt ebédeltem. Fantasztikus volt. Utána elmentünk egy hajókirándulásra a Temze folyón. Felültünk a Landanájra 2 nappal ezelőtt, és annyira imádtuk. Még nem voltunk foci meccsen, mióta megérkeztünk, de holnap megnézünk egyet. Az Arsenal játszik a Chelsea-vel 6-kor. Apukám látott egy Arsenal meccset tavaly, és az nagyon izgalmas volt. Ez minden egyelőre, később van le kell feküdnöm, mert holnap korán kelünk. Vigyázz magadra, és ide szépen bemondod a neved. A hármas modulban a one once, a two enough és a vonatkozó névmásokat használtuk, ezeket a which, who, that, stb. Lássuk angolul a szöveget. The internet is a large system. Which vagy that, ilyenkor te választasz, hogy melyiket használod. The internet is a large system which connects a lot of computers from all over the world. It's a virtual space where you can buy things, chat with your friends, play games, watch films, and listen to music. However, you have to be very careful when you use it, because it can be too dangerous. You must buy an antivirus program, which can delete lots of computer viruses that can destroy computer programs and delete information. There are loads of hackers who try to steal your bank card number, where you keep your money. They write computer viruses that can help them steal from you, so you must order from websites which are safe enough, because there isn't so much danger on them. Have you ever been in a situation like this? Have you deleted many viruses so far? Do you trust antivirus programs? Do you have one? Ez volt, hogy ezt rosszul írtam. Have you ever been? Volt-e már ilyen helyzetben? Na, lássuk. Az internetes egy hatalmas rendszer, ami összeköt sok számítógépet a világ minden tájáról. Ez egy virtuális hely, ahol vehetsz dolgokat, beszélgethetsz a barátaiddal, játszhatsz játékokat, filmeket nézhetsz és zenét hallgathatsz. Azonban neked óvatosnak kell lenned, amikor használod azt, mármint az internetet, mert az nagyon veszélyes vagy túl veszélyes lehet. Neked kell venni egy antivírus programot, ami kitöröl sok kompjútervírust, amik tönkre tudják tenni a számítógépes programokat, és letörölnek információkat. Sok hacker van, akik megpróbálják ellopni a te bankkártya számodat, ahol te tartod a pénzed. Ők számítógépes vírusokat írnak, amik segítenek nekik ellopni tőled, tehát neked olyan oldalakról kell rendelned, amik elég biztonságosak, mert itt nincs olyan sok veszély. Voltál már ilyen szituációban valaha? Töröltél már le sok számítógépes vírust töröltél már le eddig? Bízol az antivírus programokban? Van neked? Mármint ez a van, ugye egy VM program, antivírus program. 4. Full infinitive, tehát to és az ige, bare infinitive, to nélkül ige, gerund, inges alak. Lássuk a szöveget. Now we have to stay at home to do online education because of the coronavirus. It's very bad to stay at home all day long, and I can't see my friends too. Last weekend we decided to go to Lake Balaton, but the water was too cold to swim in it, and the weather wasn't hot enough to put on t-shirts and shorts. However, my mom let us eat ice cream, and my dad took us to a restaurant to eat some pizza. My parents promised me to take me to the lake next Sunday, because I like sailing and I would like to do it in the summer too. It was nice to relax for some hours. If you want to have fun in this pandemic era,
You should take up a sport. You need to chat with your friends. And you must enjoy going somewhere with your family. Most nekünk otthon kell maradnunk, hogy online oktatást végezzünk a koronavírus miatt. Ez nagyon rossz otthon maradni, egész nap, és nem látom a barátaimat sem. Múlt héten úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a Balatonra, de a víz túl hideg volt, hogy ússzunk benne, és az időjárás nem volt elég meleg, hogy pólót és rövid nadrágot vegyünk fel. Azonban anyukám megengedte, hogy együnk egy kis fagyit, és apukám elvitt minket egy étterembe, hogy pizzát együnk. A szüleim megígérték nekem, hogy elvisznek engem a tóra jövő vasárnap, mert szeretek vitorlázni, és nyáron is szeretném majd ezt csinálni. Jó volt pihenni néhány órát. Ha jól akarod magad érezni ebben a vírusos időszakban, vagy járványos időszakban, neked el kellene kezdeni egy sportot, többet kell, ugye beszélgetned kell a barátaiddal, és élvezni kell mindent, vagy élvezni kell, hogyha elmész valahova a családoddal. Module 5, ötös modult nézzük, ahol tanultuk a passzívot, az összes, mindkettő, egyik sem kifejezéseket, all both, no neither, either. Először a szöveg. Hundreds of TV programs are watched by people every day. Both television and the internet offer you them day by day. There are comedies, romantic films, documentaries and adventure films on either of them. Sports programs are watched by men, while cartoons and animated films are liked by children. I remember that Tom and Jerry was enjoyed by my sister, by my brother, and soap operas were preferred by my grandma. My favorite channels are Discovery Channel and Animal Planet, where beautiful and interesting animals are showed. There are also some cooking channels that are mostly loved by my mom. If you want to watch good films, they can be watched on Netflix and websites like YouTube, Video or in the Video. Loads of films are also downloaded by teenagers with the help of Torrent or YouTube Downloader, but neither of them is good for me because I'm afraid of computer viruses. All reality shows are popular nowadays, so they are chosen by more and more people because sometimes celebrities are presented in them. However, I like none of them. They are boring for me. Több száz tévéműsor van nézve az emberek által minden nap. Mind a tévé és az internet kínál vagy ajánlja neked őket, mármint ezeket a műsorokat, napról napra. Vannak vígjátékok, romantikus filmek, dokumentumfilmek, kalandfilmek, mind a kettőn, ugye either of them. Sportműsorok vannak nézve ugye a férfiak által, tehát férfiak nézik a sportműsorokat, míg a rajzfilmeket és az animációs filmeket a gyerekek szeretik, a gyerekek által vannak szeretve. Emlékszem, hogy a Tom és Jerry volt élvezve a tesóm által, tesóm élvezte a Tom és Jerryt, a szappanoperákat pedig inkább a nagymamám kedvelte. Nagymamám által voltak kedvelve. A kedvenc csatornáim a Discovery és az Animal Planet, ahol gyönyörű és érdekes állatok vannak bemutatva. Van néhány főző csatorna is, amik leginkább anyukám által vannak imádva. Ha akarsz jó filmeket nézni, akkor a Netflixen és olyan weboldalakon, mint a YouTube Video, In the Video, ezek tudnak lenni nézve, magyarul ott tudod őket nézni. Sok film van letöltve tínédzserek által a Torrent és YouTube Downloader segítségével, de egyikük sem jó nekem, mert félek a számítógépes vírusoktól. Az összes ugye, valóságshow népszerű manapság, ők vannak választva egyre több és több ember által, magyarul egyre több és több ember választja őket, mert néha celebek vannak bemutatva bennük. Azonban nekem egyik sem tetszik, mert túlságosan unalmasak nekem.
És akkor lássuk, hogy a hatos modulban a feltételes mód és a vonatkozó névmások keverékével milyen szöveg jött létre. Tehát, if you go to a traditional Hungarian restaurant, you will see that there are lots of kinds of dishes, which void that. Lots of tourists like who come from all parts of the world. On the menu you can find tomato soup, fruit soup, meat soup and fish soup, which is made of fish. For second course you can have stuffed cabbage, chicken paprika, stew with dumplings and pasta with cottage cheese and fried bacon. Tehát úgy vagy, pasta with cottage cheese and fried bacon, which, vagy that, is one of my favorite meals. If you have some dessert, you should try sponge cake, Somló style, or pancakes which are filled with Nutella, jam, cocoa powder, or curd. My family always go to our favorite restaurant, where we usually celebrate special occasions. When we go there, we always try out new dishes. Everybody eats some kind of meat, except for my mom, who is a vegetarian. She never eats any kind of meat, unless it is fish, which she likes very much. By that she likes very much. Ha elmész egy hagyományos magyar étterembe, láthatod, hogy sokféle étel van ott, amiket sok turista szeret, akik idejönnek a világ minden tájáról. Az étlapon találsz paradicsomlevest, gyümölcslevest, húslevest és halászlét, ami van készítve halból. Második fogásnak ehetsz töltött káposztát, paprikás csirkét, pörköltet nokedlivel és tésztát túróval és szalonnával, tehát túrós tésztát, ami egyike a kedvenc ételeimnek, mármint a túrós tészta. Ha desszertet eszel, ki kellene próbálnod a somlói galuskát, vagy a palacsintát, ami töltve van nutellával, dzsemmel, kakaóval vagy túróval. A családom mindig elmegy a kedvenc éttermünkbe, ahol mi általában különleges alkalmakat ünneplünk. Amikor mi elmegyünk oda, mi mindig kipróbálunk új ételeket. Mindenki eszik valami fajta húst, kivéve anyukámat, aki vegetáriánus. Ő sosem eszik bármi fajta húst, ha csak nem, az hal, amit ő nagyon szeret. Tehát sosem eszik húst, ha csak hal nem az a dolog, amit ő nagyon szeret. Ezeket a tételeket kell akkor modulonként megtanulgatni ügyesen. Jó munkát hozzá! Goodbye!